A himnusz hangjaival kezdődött a Magyar Kultúra napi esemény Gyulán. A szombati, a Vigadóban megtartott rendezvényen Görgényi Ernő polgármester köszöntő beszédében kiemelte, Gyula, a kultúra magyar városa, mindig hűséges és méltó volt a címhez. Az azóta is tartó folyamat a 19. század második felében indult el, amelynek eredményeként megszületett a közösségi kultúra és annak intézményrendszere a fürdővárosban. 1868. szeptember 8-án Mogyorósi János aláírta adománylevelét, melyben a városnak adományozta könyv, térkép, érem és fegyvergyűjteményét. Egyszerre téve le ezzel a mai könyvtár és a múzeum szimbolikus alapkövét is. Mogyorósi nyomán a gyulai kultúra fejlődését aztán olyan kiválóságok támogatták, mint Venkem Józsefné Jankovi Stefánia, akinek idejében több művész is megfordult a kastély falai között, köztük Szamosi Elek festőművész és tanítványa Munkácsi Mihály és Erkel Ferenc. A leggazdagabb árvaként ismert Venkem Krisztina is e sorban áll, és Göndöcs Benedek, akinek ténykedését 5 iskola létrehozása, 2 tanítói lakás felépítése, a leányiskola, az ének és zeneiskola alapítása, a gyulai temetők rendezése, a templom orgonájának beszerzése fémjelzi. A polgármester kiemelte, a gyulai önkormányzat a város méretéhez és bevételeihez képest legalább egy számmal nagyobb kulturális intézményrendszert működtet. A vármegyében a gyulai önkormányzat tartja fenn a legtöbb kiállítóhelyet, intézményt és kultúra közvetítőt. Többet, mint a hasonló nagyságú, sőt, nálunk nagyobb településeket is. Görgényi Ernő hangsúlyozta, erről a gazdagságról, szellemi pezsgésről lemondanunk nem lehet. 5 működő kiállítóhelyünk népszerűsége és látogatottsága is ezt támasztja alá. Ezek a létesítmények 2023-ban 180 ezer látogatót fogadtak, ami vidéki múzeumok esetén kiemelkedő szám. Emellett fontos, hogy a múzeumunknak, kiállítóhelyeinknek és az elkötelezett szakemberek részvételének köszönhetően olyan tudásbázis épült fel városunkban, amely lehetővé teszi, hogy saját erőből rendkívül színvonalas időszakos kiállításokkal gazdagítsuk kulturális életünket. Elég a tavalyi évből, ha megemlékezünk, a 33 ezer látogatót fogadó Sziszi kiállításra, vagy a Benc úr és a Munkácsi kiállításra. A köszöntőt követően 2 évfordulóról is megemlékeztek a rendezvényen. Az egyik, hogy Venkem Krisztina 175 évvel ezelőtt. A másik pedig az, hogy Göndöcs Benedek 200 évvel ezelőtt született. Hova elhat a hír, mely titeket emleget, minden nemes kebel szívből óhajtja boldogságtokat. A 2 évforduló tiszteletére Göndöcs Benedek beszéde hangzott el, amelyet gróf Venkem Frigyes és Venkem Krisztina esküvőjén mondott el. Az ünnepség a Budapesti Filharmóniai Társaság koncertjével folytatódott, ahol Weiner Farsang, Weiner Románc, Kodály Maros-széki táncok, valamint Dohnányi szimfonikus percek című művét adták elő Dubócki Gergely karnagy vezényletével.